Na hello srácok, üdvözlök mindenkit újra a Gaming is Fun-on. Most a W2K17 karrier módot fogjuk továbbvinni. Csináltam jó pár változtatást, mint például, látjátok már 73-as vagyok, és igazából abilities-t meg skill-t nem vettem. Annyi, hogy a ilyen pöttyöket még párat szétosztottam, de nem itt ebben a játékmódban szereztem, szóval nem maradtatok le semmiről, hanem lehet a játékmódon kívüli pontokat felhasználni ide. Annyi, hogy a leg power-re meg a grapple offense-re tettem, aztán megváltoztattam a kinézetet, azt majd meglátjátok, csináltam bevonulást, a moveset is egy kicsit variáltam, és csináltam bevonuló videót is, bár az annyira még nem olyan jó, de majd alakulni fog. Ott tartottunk, hogy lejátszottuk az első meccsünket az NXT-ben a Finn Balor ellen, és úgy látszik, hogy Balor megkapja a visszavágót a másnap lévő main eventen, úgyhogy szerintem én csapatom is. Na hát itt vagyunk a main eventen, amit egyébként a SmackDown előtt vesznek fel, ha jól tudom, és pénteken adják le. Nem tudom, lehet ki van kapcsolva a bevonulás. Lehet, az mondjuk nem jó, hogyha ki van kapcsolva. WWE Action. Epic lesz, azt mondja Michael Cole. Egyébként nektek nem vagyok benne biztos, hogy hallatszódik a zene, mert nekem úgy tűnik, mintha nem venne fel zenét, de szóval bonyolult az a lényeg. Accept. És akkor remélem nem lehet állítani. Mert elfelejtettem azt, hogy a bevonulás legyen, hogy lássuk, de nem baj, majd akkor megnézzük a következő meccsen. De lesz. A main event egyébként. De van, aha. Ugye ez a Sophomore Makeout, ami a outrója is a csatornának. És hát. Csodás, póló, meg minden. Tír egy piró. Szerintem egész jó lett. Ez a kis póló, hátán magyar zászló, alap, és fejhallgatóra ráír, vagy VMB, a izére is, a nadrágra, és BOOM! Szerintem ez egész jó lett. Hello! Hi kids! Na hát ennyi, most Balornak nem nézzük meg az entranciát szerintem. Mert már láttuk a NXT-ben, az előző részben, ha nem láttad, nézd meg, nagyon jó volt. És most ez annak a visszavágója. És oda van írva egy subscribe. És tényleg, ezt tegyétek meg, hogyha még nem lennétek feliratkozva. Alatta, felette, dir. Aztán sarokba. És Phoenix Splash, ó! Mellé! Elmozdult Balor onnan. Hopp, ez miss volt. Oké, ezt kivédtem. Oké, úgy, és egy enzugit, nem enzugiri volt, hanem dropkick. Na, úgy. Megrungassuk egy kicsit. Úgy, ezt most kivédte sajnos. És földön vagyunk. Ó, felmegy már is. Nem fogok odaérni. Á, ne. Ez az. Helyette émélyek, és most tényleg beadom a Phoenix Splash-t. Dír! Phoenix Splash a középső kötélről. Ó, ezt kivédte. Igen, Finn Balor nagyon jó. 89-es, talán én 73-as, de azért pár kivédésért nekem se kell a szomszédba menni, csak most max elfutni tudnék tőle, addig, amíg nem töltődik be újabb reversal.
ami egyébként a narancssárga csík alul, a legalsó csík, annak kell citromra változni, akkor tudok legközelebb kivédeni mozdulatot, addig meg rúgdos. Már mindjárt meg lesz. Közben egy stomp, ha ezt már tudtam volna, csak nem figyeltem. És... meg... nincs meg, neckbreaker. Oké. Okay. Ezt kivédtük. És most meteora, nem, DDT, meteorát, mert még nem tudom fejből a... hogy milyen gomb után milyen jön. Úgy, de... mindent megfog a pali. És egy, hát ez nem Falcon Arrow volt, de olyasmire hasonlított. Ó, hát még számolás előtt kirúgunk, gyerekek, ez nem téma. Op, viszont egy dropkick a hátba. Aztán mit fog? Ó, izét, springboardot. Hát ez nem jött össze. Úgyhogy én most csinálok egy ilyet. De ezt is mindent kivéd Balor. Lehetetlen, srácok. Mindent kivéd Balor. Én is, az más kérdés, hogyha van olyan csíkom, de... igen, most egy darabig arra fogunk várni megint. Attól függetlenül elég jó a meccs. Hát mondjuk két csillag. Oké. Kettő előtt kirúgtam. Nem, kettő és fél csillag. Oké, van reversálom, csak... neki van signature-je. Ticsába. Az nagyon nem jó. Oké, okay, ez a unalmas mozdulata, a játék legunalmasabb mozdulata. Ez a kitépem a nyakadat, de mégsem. Oké, okay, signature-t akar majd csinálni, az, hogy ki kéne védeni. Ez még nem signature volt, de nem baj. Oké, okay, megyünk akkor ki. Jó, hogy kiabáljak, hogy Finn. Hát, sajnálom, de aki ma őt jött megnézni, az csak a bukását fogja látni. Ugyanis... Dír! Egy signature. Oké. Okay. Neki dobjuk a Steel Stars-nek. Nem, nem annak. Kicsit furcsa ez a kamera állás, onnan nem jön be nekem. Beugrunk, és... megpróbálom megcsinálni úgy a finishert, ahogy jó. Mondom, ahogy jó. Ment. Fent, és pelékik, dír, az ollózás, azaz, meg lesz, egy, kettő, fú, de lassan számol ez a bíró, hogy rendesen szünetet kellett tartanom, amikor mondtam. Jó, hát kettőnél kirúgott Balor, ez várható volt, állj fel, kislány, gyere, gyere, gyere. Egy, dír, de kivédi? Ma én is a picsába ez a finishere. Áre, dír. És ráadásul pin combo? Nem pin combo. Egy. Ó, ez az. Kettőnél. Vagyis hát már kettő felé járt. Mikor kirúgtam. De van még egy finisher? Vagy, ja, nem, ez lesz signature volt. Nem figyeltem, bocsi. De most a coup de grace akarja majd adni. Nem jó. Picsába be is adta. Coup de grace. Ami valami olyasmit jelent, hogy nyugodjon békében, francia, nem biztos. Úgy egyszer utána néztem, elfelejtettem, de ki kell rúgni ebből. Ez az! Én úgy hallottam, már leütötte, de nincs meg, ez az! De rünkelj, kell már fel! Megy vissza, a majom már mászik a fára. Már mászik a majom a fára. Azt hiszed, érdekel, kivédem, ahogy ugrasz. Ez az, és én megyek. És... BUM! Szemizényesen. Azaz. Na pineljük, nézzük meg, hogy nagyjából mennyinél rúg ki. Egy. Kettő. Kettőnél. Akkor belerúgunk egyet a hátába. Egyet adunk a fej... kivédi. Most ő pinel. Egy. Oké, okay, kettőnél. jó meccs, a közönség talpon. Már megint a dropkick a hátba, ez semmi. Oké. Okay. Reversal. És... BOOM! Dropkick volt ez. Oké. Okay. És akkor... Állj fel.
Állj fel! Dear! Backstabber! Azaz! Pin, 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 pin! Egy! Kettő! Ne! Az utolsó pillanatban kirúgott! Banyek! Nem baj, van egy finisher. Van egy finisherünk még. De úgy érzem, hogy a pelékikből az előbb is kirúgott, úgyhogy kimegyünk kívülre. Úgy érzem, hogy ez kell. Dír. Úgy. Úgy, felállítjuk. Mármint Balort. Nem gondoltok semmi rosszra. És... Bum. Kapáslövés! Dír! Ott van. Ott volt a kapáslövés. Bum. Kis... Ilyen... Hogy hívják ezt? Nem jut eszembe. Hey. Na, gyere Balor. Hatnál jár, vissza fog érni sajnos. Bejön, mivel fogadjam, azon gondolkodok. Dre! Tik a bíró, nézd már! De hagyj menjek már, oda bele akarok rúgni. Dear. Oké. És Riverside, és van neki signature-je már megint. 4-es félcsillagos meccs. Ne! Panyek, megint már ez. Ó, ez nehéz lesz ebből kirúgni. Elsőre! Elsőre a signature-jéből! Mennyien kevés HP-n van, Jézus Mária. Jézus ereje. Új, új. Mit akar? Ez nagyon szépen... nem is eszembe mi a neve ennek a mozdulatnak. Ilyen Enzugiri csak térdelve. Mindegy. Megint megy kódagrázni, de kivédem, kivédem, elugrok. Azaz! Azaz! És a Signature Codebreaker! Felnyílt a feje, vérszik! Számolj, Spori, gyorsan! Egy! Kettő! Kirúgott! Mi a szar? Mi a szar? Oké, akkor dolgozzunk egy kicsit a fején. Dír! Fejbe rúgtuk. Aztán... De mindent kivéd ez a köcsök Finn Balor? Nem köcsög, imádom. Biztos, hogy nem ma. Még egyelőtt kirúgunk belőle. Reversal. És... Finisher! Pelékik a vérző fejre! Csak az a baj, hogy a sarokban van, gyorsan, gyorsan. De ne, nincs ez semmi stamina, meg ilyen. Nem baj, hát ha nem fogja meg az alsó kötelet. Egy. Kettő. Három! Másodszor is legyőzzük Finn Balor, srácok. Másodszor is. Az NXT valaha volt legjobbját, Finn Balort legyőzzük kétszer is tisztán sorozatban. Itt van pár highlight, nagyon jó meccs volt. Élveztem minden pillanatát, főleg itt a vége felé ez a coup de grát, kivédtük, és aztán Deer, Codebreaker, aztán pedig Pelékik. Na, hát... VMB, iratkozzatok fel! A győztes, nem breakoutolunk továbbra semmivel, jó fiút játszunk. Úgyhogy, ja, elszkippelni viszont, oké, így lehet. No, greatest of all time. Greatest of all time, az vagyok én. Úristen, mennyi WC pontot kaptam. Na, cutscene esetleg? Vagy simán menü lesz? Ki tudja. Aha, szóval vége ennek. Én még egy meccset terveztem, ami valószínűleg az NXT-ben lesz, így is van. És az tag team meccs lesz. Elköltjük a WC-t. Ami még egyszer mondom, ilyen virtual... currency-t jelent, vagyis ilyen virtuálisan elkölthető pénzt magyarul. Nekem az kéne egy second finisher, arra gyűjtök még vagy két meccs, az meg lesz, úgyhogy ja. Oké, akkor
akkor szerintem csapassuk is a következő meccset. A Vaud Villains ellen, aki ugye Aiden English és Simon Gutch, az én csapattársam pedig Lance Sander lesz. Igen. NXT, NXT, kurva jól meg van csinálva. NXT, NXT, NXT. Orlandóban van, hát nyilván ott van ugye a Performance Center és a Full Sail University is, ahol az NXT-ket szokták tartani, NXT felvételeket, ugye a rendes heti adásokat, mert ugye a gálák azok általában. Ó, Samoa Joe fog promózni az elején. Jó. És ennyi más promót nem is lehet? Runineljek? Jó, runinelni fogok akkor Finn Balor meccsén. Na, nézzük akkor az első csapatmeccsünket itt a WWE-ben. Egészségetekre! Nem tudom, a négy közül vagy három közül miért pont ezt kaptam, de legyen. Viszonylag jól sikerült szerintem a bevonulás. Itt nem biztos, hogy lesz egyébként pirotechnika, mert az NXT-ben nem nagyon jellemző. Meglátjuk. De, van. Na, az jó. És még oldalt is a lámpán. Na, ez jó. Hát, mint látjátok, a videó az csak annyiból áll, hogy az, hogy gaming is fun, meg az, hogy VMB, meg az, hogy subscribe váltakozik, szóval nem annyira bonyolult, de ide szerintem elég hangulatnak, meg így a világítást is próbáltam, úgyhogy ez a kékes dolog legyen hozzá, mert ugye a emböckében nincsen semmi kék, akkor mondjuk legyen a világításban, meg a az izében. Megnézzük ennek a... Amelyen ezt kifelem mindegyiket, mert valahogy nem érdekel a többinek bevonásait, vagy ez a Lance Sander. Igen, itt volt a Vaud Villains. Nagyon jó. Csapassuk, így úgy, de amúgy nagyon jól néz ki. Ó, collar and elbow tie up. Ami az ilyen azt jelenti, amikor így rendesen ez a technikai birkózás van, főleg a meccsek elején szokott ilyen lenni, hogy ilyen különböző fogásokba teszik be egymást, de ezek nem dobások, hanem ilyen tényleg a klasszikus birkózásra hasonlító mozdulatok. Igen. Igen, ezt vágom, mert így volt már tavaly is, szóval tudom, hogy hogy van, aha. Oké. Oké, ez is nekünk van meg. Ez neki. Ez nekem. És ez is nekem. És most lesz vége a szekvenciának. A szekvenciát egyébként annak a maximum 2 perces időtartamot nevezzük, amíg egy ilyen mozdulatsorozat lemegy. És hát nincs rá szabály, hogy maximum 2 perces, de hát annál hosszabb szekvenciát nehéz úgy tenni, hogy a... még egyszer ezt nézzük, csak még... egy ilyet, úgy... és azt mondja, hogy... adunk neki egy... de az a baj, hogy most az elején még mindenki reverszálni fog. Sőt, utána is, mert hardon vagyunk. És sikerült, egy igen, fejbe rúgjuk, és boom az enzugirigy, hű de szép volt. Oké, elvileg most a... igen, ez nem jut eszembe, nem jutnak eszembe mozdulatnevek, pedig több százszor láttam minden mozdulatot, itt van olyan, amit több ezerszor is. Oké, most lesz egy running high knee, amit elrontunk, viszont ezt kivédtem. Igen. Neckbreaker, boom. Idején felmegyek, ha nem üt le Simon Gage, de nem, és de leüt. Picsába. És most meg fog fogni, mert pont ott vagy, oké. Elgurult onnan. Ez nem sikerült. Ja, mert nincsen reverszálos dolgunk. Most már lesz. Oké, sikerült.
De mindent kivéd. Nem már, fuss el, vagy valami. Picsába. A Lance Thundert nem nagyon akarom amúgy beteggelni, mert az az igazság, hogy az nagyon unalmas olyankor. Amikor a AI van bent, legalábbis tavaly az volt. Nincsen rive... Új, de leütöttek. De most Aiden English van bent. Nem Simon Gatch van? Legal. Nem tudom. Nekem Simon Gatch tűnik legalnek. Igen, ki is megy. Mi? Jaj, ez taunt, azt hittem már valami mozdulat lesz. Taunt azt jelenti, amikor így Cloudwork-öt jelent. Mondjuk a Cloudwork-öt sem magyaráztam még meg. Cloudwork az a nézőkkel való törődés jelenti, bármilyen szempontból, akár negatív, akár pozitív. A taunt pedig az, hogyha valami jellegzetes ilyen kéztartást csinálsz, vagy kiintesz a közönségnek ilyesmi, vagy az ellenfelednek, hogy álljon fel ilyesmi. Oké, ez megvan. Az úgy, nobody home. És egy DDT, boom. Most pedig, na, ezt hívják Town-nak, amikor kinézek, és így újjön a közönség. De mindent reversal, mindent kivéd. Jó, ez nem lesz meg. Oké, signature-ünk van. Ezt reversálom, és akkor utána beadom a signature-t, beteggelem a bácsit valószínűleg. Legalábbis úgy tervezem, csak nem sikerült kivédeni. De igen, azért minden nekem sem megy, pedig elég jó hozzá az érzékem azért. Ó, ezt nem kell, hogy jöjjetek, mert ezt lazán kirúgok ebből. Ugye, akkor jöhetnek csak be a csapattársak, szabályok szerint, amikor vagy egy feladásra kényszerítési mozdulatban, vagy pedig leszorítanak. Úgy. És Codebreaker out of nowhere. Vagy ezt rá kéne írni a pólómra, hogy Codebreaker out of nowhere. Vagy valami nadrágra. Betegeljem. Beteggelem. Messze. Ja, és akkor csináljunk már egy izé mozdulatot. Na, gyere. Úgy. Bú! Letartotta nekem az Enzugirihez. Az már nem jött össze, mondjuk. Még beteggeli Gacsot. Gácsnak több momentumja van, mint Xandernek. Idejövünk a sarokba. Nem tudom, hanyas lehet a Xander, de szerintem kevesebb, mint én. Ugye ő is a Performance Center-es csapatból van, abból a négy emberből, akivel együtt edzettünk az első részben, amit ha nem láttatok, nézzétek meg, mert megtudhatjátok belőle, hogy hogyan indul egy NXT-s vagy WWE-s karrier. Na gyere, pacsisztán, hallod? Visszamennék, mert nagyon unalmas a show így. Engem szeretnének a nézők, fogadjunk? Tír! Úgy, egy fejesre. Bum! És egy hátulról. Frankensteiner! Bum! Oké. És akkor én kiütöm ezt a bácsit, menj innen, a másik bácsinak pedig finishert adok. Úgy, úgy, és pin, 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 de gyorsabban, azaz, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Egy, kettő, ha, nem volt meg, picsába, biztos nem, biztos, hogy nem teggelem be. Szerintem adok neki valami Top Rope Frankensteinert, vagy valami ilyes, vagy Hurricane Rain-et. Valami ilyesmi majomságot. Először... Ó, ne! Ne, ne, ne! Ne, ne, ne! A szarba! Ezt kivédjük. Most neki signature-je van, szóval nem kéne bekapni. De bekapom. Ah, egyből kapom a folytogatást, és pedig most van három reversálom. Szóval most ezt el kéne használni a finisherjére. Aha, ez mizé. Jön a sarokba. Azaz, kivédtem. És ez a finisher, a team finisher, csapat finisher volt. Boom. Megvan. Úgy. Aztán. Jaj, ez is Codebreaker, másikat akartam, na nem nagy baj. Oké, szerintem csapok rá egy Phoenix Splash-t.
Ez messze van, nem fog összejönni. De, hát mondjuk úgy, hogy a játék ilyen bugjának köszönhetően, vagy ha nem is bug, hanem a játék adottságának köszönhetően ez most összejött. Oké, és nézzünk ki a közönségre. Hello. Igen, én vagyok az. Na, állj fel, kislány, gyere. Addig kiütjük a haverodat. Mondom, kiütjük a haverodat. Mondom, kiütjük a haverodat. Ja, bullshit, ez mind a kettő ugyanaz az animáció, megy full rossz. DDT. Oké. Be a sarokba. Úgy, addig el van. Addig kiütjük a... Az a baj, hogy tudtam. Mondom, kiütjük, oké, gyere, gyere. Gyere, 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 gács. Ah, double teamezzünk. Nem, nem double teamezünk. Picsába. Nem sikerül sehogy sem az a finisher. És még ezt ki se védtem. Pedig az ilyen sarkos mozdulatokat a legkönnyebb kivédeni a játékban, azt szinte mindig kiszoktam. Oké, megint egy. Boom, vissza fog jönni pont English, úgyhogy nem adom be neki még a finisher, bár lehet mondjuk, hogy annyira nem hülyeség. Dear. Boom, oké. Úgy, kiütjük gacsot, mondom, kiütjük, ami egyébként English volt. Oké, azt most gyorsan. Rope break my ass. Lehet amúgy ezt a backstabbert le fogom cserélni, amit most láttok. Nem rossz, csak annyira nem tetszik, mint mondjuk lehet más egyszerűen. Na, egy, kettő, három, megvan, ezt a meccset is megnyertük. Srácok, lassan elkezdek azon gondolkodni, hogy átállítom a hardról is nehezebbre, mert az igazság az, hogy nagyon jó sikerélményünk van és fejlődünk az elején, de hogyha mindent megnyerünk, az túl egyhangú, úgyhogy ezen majd még gondolkozok, bár lehet inkább majd később állítom át hardra, meg ugye ha egyre nehezebb ellenfelek fognak jönni, szóval most ez pár meccset megnyertem, az nem jelent mindent. Jó van, nagyon szép. Akkor amazing match, és kaptunk nagyon sok WC-t, úgyhogy a legközelebbi videóban még, ó, most még nincs legközelebbi videó, srácok. Finn Balor meccsén fogunk valamit cselekedni, ki tudja, hogy mit. Lehet, hogy rossz bácsik leszünk. Heel turn incoming. Heel turn azt jelenti, hogyha valaki rossz fiú lesz, a face turn pedig az, hogyha valaki jó fiú lesz. Csú, de sokáig tölti. Balor egyébként nagyon-nagyon jól néz ki itt a játékban. Dawson, lezeg a léc, nem tudom, nincsenek ilyen nagy személy szerintem. Na, hát amíg tölt, addig még egyszer szeretnélek téged megkérni arra, hogy osszátok meg a videó linkjét, azért, mert ez az egyetlen csatorna, a Gaming is Fun, ami... Közben látszik a green screen, mert ez mind. Szóval ez az egyetlen csatorna Magyarországon, ami WWE-val foglalkozik így rendesen, és ezzel a játékkal végigjátszásszerűen. Na hát most Balornak a zenécskéje megszólalt, és hát nem tudom, de lehet, hogy a bevonulása közben lecsapunk rá, mindjárt meglátszik, mindjárt meglátjuk. Na, nem? Finn Balor. Aha, lehet raninelni. Akkor raninelünk. Hello! Hello! Boom! Frankensteiner! A szolid, egyszerű vason! Azt a kurva! Te szétmegy a feje. Úgy. És... Boom! Kapáslövés! Ennyi volt. Ja, hogy még rugdos lesen egy kicsit, jó? Akkor rugdosgatjuk. Dír. Valami nagy mozdulatot kéne neki beadni. Úgy, mondjuk ez egy szuplex lesz, mondjuk a vasra, az is rohadtul fáj. Sőt, ez nem is izé rendes szuplex volt, hanem ez fejre ment. Úgy. Egy enzugiri mondom, azaz. És akkor beadjuk neki a codebreaker. Kivédi? Akkor egy kis brawlra számíthatunk, én úgy látom.
Kivédjük ezt, oké. Bum! Vége, ennyi. Leverve, kész. Be kell futni? Befutok. Leverem. Csók. Hát úgy látom, hogy most Balorral mi feudban leszünk. A feud az a... Az azt jelenti, amikor ellentét van a kettő birkózó között, és hát ilyen történetszál megy köztük. Na, szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt, remélem jól szórakoztatok, mert én nagyon, ugye kétszer is nyertünk, a legközelebbi részig gaming is fun, és sziasztok!